Dicsértes... Ja. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Hodászandás atya vagyok, ez a Papi Franco YouTube csatorna, és két segítségem is vendégem van a mai estére. Miriam. Sziasztok. Az Artevia csatorna tulajdonosa, és Gellért, neki sziasztok. Még nincs YouTube csatorna. Ez a videó a csajozásról, pasizásról, randevúzásról, technikákról, mit csinálj, mit ne csinálj, hogyan kezd bele, hogyan vidd végig, szóval minden ilyesmiről szólna. Arra gondoltunk, hogy akkor lenne autentikus, hogy ezt a videót nem egyedül csinálnám, hanem két segítségemmel, akiknek van valamilyen tapasztalata ezen a területen, és ezért most az ő gondolataikra fogunk támaszkodni elsősorban. Persze, ismertek, bele fogok trollkodni. Kezdjük azzal, hogy egyáltalán hogyan állj neki a dolognak. Miriam? Mert nagyon nem mindegy a motiváció. Nem mindegy, hogy azért randizol, mert unatkozol, mert szórakozni akarsz, vagy mert enyhíteni akarod a magánytól való félelmedet, vagy mert trófeákat gyűjtögetsz, vagy mert így szeretnél önbizalmat gyűjtögetni, hogy a fiúk figyelmét, fiúk lányok figyelmét arra használod, hogy egyre több önbecsülésed és önbizalmad legyen. Szóval nagyon nem mindegy, hogy miért randizol. Mert hogyha azért, hogy megtaláld életed szerelmét, akit a Jóisten neked teremtett, és ezzel a tiszta kíváncsisággal randizol, akkor ez teljesen más, mint hogyha csak arra használod a randi partnereidet, hogy szórakoztassanak, és ezzel őket igazából egy ilyen eszközé teszed a te szórakoztatásod eszközévé. Ezzel az Isten neked teremtett dologgal nekem majd még teológiai problémáim lesznek, de most megkérdezzük a Gellértet. Ezzel teljesen egyetértek, én annyit tennék esetleg ehhez hozzá, amiben szerintem hajlamosak vagyunk beleesni, lehet, hogy főleg fiúk, hogy esetleg, hogyha azért nem hívok el egy lányt, mert ugye mondjuk nem látom még azt, hogy akkor mi most férj és feleség leszünk, tehát hogy nem erről szól szerintem az első randi, vagy az első elhívás. Nagyon fontos látni azt, hogy teret kell hagyni annak, hogy ez kialakuljon, vagy hogy megnézitek, hogy működni fog-e, és nem kell rögtön neked most egy visszavonhatatlan és végső döntést hozod az első randi elhívásra. Úgyhogy ne ess pánikba, ez fontos. De egyébként azt szerintem fontos szempont, hogy ha már a kezdet-kezdetén tudod, hogy ez a kapcsolat ez olyan, hogy ebből tuti biztos, hogy a te részedről nem lesz semmi, mert hát most nem mondok példát rá, de hogy biztos vagy benne, hogy nem akarsz semmit tőle, csak mondjuk egy futókalandot, akkor szerintem nem túl etikus belemenni. Ez a papi szempont. És nekem csomó időbe telt, mire megtanultam nemet mondani, mert szerintem lányként igenis mondhatunk nemet. Nem kell azért randizni valakivel, mert megsajnáljuk szegényt, hogy olyan aranyosan odajött, vagy azért, hogy csak randizunk, úgyhogy lehet nemet mondani. De igent is lehet mondani, nem? És igent is lehet mondani. Okay. Mi alapján mondotok igent, vagy nemet egyébként? Hát amúgy ez nehéz mérlegelni, hogy ki az, aki megérdemel egy esélyt, vagy kinek kell nemet mondani, amúgy ez jó kérdés. Gellért? Ez egy izgalmas kérdés. Arra visszacsatolva, amit elkezdtem, igazából szerintem lehet, hogy érdemes minél több esélyt adni, inkább, mint hogy már az elején szelektálni. Tehát, hogy hadd legyen, nem tudom, mondjuk néhány elrontott randi sztorit, tudod, hogy elmentél randizni valakivel, akivel lehet, nem kellett volna, vagy... Aki gáz volt. Például, de hogy... Tehát lehet, hogy érdemes... De igen, meg abban is lehet jó, hogyha az elején nem akarsz, és akkor mégis elmész, és akkor tök jó lesz. Igen, tehát vannak ilyen kellemes meglepetések. Hogyan szervezünk meg egy randit? Hogyan hívom el? Mi a jó felkonf egy randihoz? Szia, kőkóla, vagy mit kell mondani ilyenkor? Nekem van egy tök jó sztori már, hogyha látsz az utcán valakit, akit el szeretnél hívni, vagy egy idegent, és nem tudod, hogy hogyan szólíts meg. Nekem volt olyan, hogy is sétáltam az egyetemre, a Szent Gellért téren, és jött szembe egy fiú, és akkor így mosolygott, én is mosolygtam, és így mentünk egymással szembe, aztán így elmentünk egymás mellett, és így utánam szaladt, hogy várj, nem te vagy a Fanni? És akkor mondtam, hogy nem, a Miriam vagyok, és mondta, hogy nem te jársz a villamos karra. És mondtam, hogy nem, az építész karra. És akkor így elkezdtünk beszélgetni, és ez egy tök jó beszélgetés indító volt, úgyhogy... És összejöttetek? Nem, de tök jó volt. De látom, hogy működött. Hogy igazából nem tudja, hogy te most tényleg azt hiszed el, hogy ő a Fanni vagy nem. Viszont így van egy indokod megkérdezni, mert azt hitted, hogy ő a Fanni. Minden csávó kimegy az utcán, és így, szia, te vagy a Fanni, te vagy a Fanni, te vagy... Viszont nem tudom, ez mennyire tartozik ebbe a kategóriába, de szerintem egyébként nagyon nem érdemes ilyen nagyon egyértelmű, nagyon elcsépelt ilyen pick-up line-okat használni, vagy ilyen nagyon egyértelmű módszereket, hogy... Ez a fájt, amikor leestél a mennyből típus. Igen, ilyen esetre gondolom. De ez pont nem olyan, szóval ez jó. Nem tudom. Nem mindegy, de igen. Gellértet nem lehetne így elhívni, hogy szia, te vagy a Fanni. Nem tudom, hogy ez mennyire eredeti. Nem tudom képzelni, hogy a csávó ezt használja minden egyes lányra, aki tetszik neki.
És lehet, hogy nem na, csak... Na, most rosszul esett. Nem akart valaki elvágni nála, hogy... Azt hittem, de... így vagytam az egyetlen. Lehet, hogy így volt. Szóval valami olyasmivel érdemes ezek szerint indítani, ami nem több commerce, nem is túl nagyon agyament, de mégis valahogy jelzi a csajnak, hogy el kéne kezdeni beszélgetni. És lányok, hogyha az utcán, vagy ha így látjátok, hogy leszólít titeket valaki, aki tökre izgult, vagy hogy nem tudom, szerintem az egy tökre bátorság így személyesen leszólítani valakit, mint messengeren ráírni, úgyhogy ezt tessék értékelni. Csillát, hogy szólítottad? Én ezt azt akartam hozzáfűzni, hogy a messengeres sztoriknak is lehet jó vége. Személyes tapasztalatról kiindulva. Igen, tehát mi a mostani barátnőmmel úgy ismerkedtünk meg igazából, hogy ez ilyen szempontból egyébként kicsit ilyen keserédes is, hogy a karanténnak köszönhetően, mert így úgy kerültünk online kapcsolatba, mindegy. De hogy szerintem egyébként nem biztos, hogy érdemes elvetni a mai modern technika a lehetőségeket. Tehát, hogy most kicsit személytelenebb, ez igaz, viszont sokkal több lehetőségem van. Honnan tudjátok azt, hogy mondjuk akár egy beszélgetés után, akár egy első randi után, hogy a másik emberben van érdeklődés? Tehát, hogy érdemes újra elhívni, érdemes tovább, nem tudom, nyomulni, vagy... Lehet, hogy ez egy fiúnak nehézség, hallottam már ilyet, hogy így nem tudja venni a jeleket, hogy akkor most ez azt jelenti, hogy a lány csak udvariasságból eljött, ahogy te az előbb mondtad, vagy akkor ő tényleg érdeklen, és akkor tovább kéne valahogy. Hát én a lány oldalról tudom, hogy szerintem az tök izgalmas, amikor így ezt még nem tudod pontosan, hogy most tényleg ennyire tetszem neki, most ebből lesz-e második lenni, szerintem az tök izgi ezt várni, és hogy minden szépen alakul a maga idejében, nincs elkapkodva, mert szerintem az első randi nem kell megfogni a lány a kezét. És most miért randiztél? És hogy mindennek megvan a maga ideje, és szépen lassan halad, szerintem tök jó azt így kivárni, és hogy mert előbb-utóbb úgy is kiderül, szóval... Mikor kell megfogni egy lány kezét, hogyha nem az első randi? Szerintem a harmadik. Szerintem erre nem a harmadikon! Pont a harmadikon, tehát nem a másodikon, nem a negyedik, hanem a harmadikon. Igen. Fiúk, jegyzeteljetek. Miért a harmadikon? Hát mert az első kettő az kettő. Két randira kell lenni ahhoz. Vagyis én előtte olyan túl hamarnak érezném, és olyan kicsit azt érezném, hogy nem feltétlenül a személyiségemre kíváncsi, hogyha már megfogja a kezem, már megcsókol, stb. Szerintem viszont egyébként nincs egy ilyen általános formula erre. Hogy nem. Tehát hogy szerintem ez annyira, ugye minden ember más, minden kapcsolat más. Most, hogyha mondjuk van két ember között egy olyan kémia, vagy egy olyan egy húron pendülés, hogy azt egyből érzik, szerintem akkor egyébként... És nem bírják ki a harmadik rendig, akkor... Hát most egy készfogást érted, azzal jelezheted a kiszemelt partner számára, hogy komolyak a szándékaid, vagy hogy akkor te ezzel folytatást tervezel, és akkor ez már kvázi előrébb vagy, hogy nem tudom. Tényleg is az, hogy te már, tehát hogy hol van az a pont, amikor mondjuk egyértelművé válik mind a kettőnk számára, hogy ez már más, mint egy csak lazázás, hanem hogy itt már járunk, és mondjuk akkor te már ne kezdjél el mással is randevúzni, hanem itt már elköteleződés van. Kimondjuk, hogy ez most járunk, vagy megfogom a kezét is onnantól, de addig még más lányokkal is, amíg meg nem fogtam a kezét, elmehetek randizni, vagy hogy van? Kimondjuk az, hogy szerintem akkor most járunk, vagy hogy van ez? Szerintem igen. Nekem tök fontos, hogy ki legyen mondva. Igen. De így ezekkel szólt, hogy... Mert hogyha előtte kézenfogva sétálunk, akkor az már olyan, és akkor már legyek a barátnője így kimondott. És hogy kell ezt kimondani? Hát, hogy... Most már a barátnő vagyok. Tiszta legyen, mert mi mindig kimondtuk. Figyelj, sosem volt ez súta? Szerintem nem. Nem, inkább nem. Ilyen nagyon jó volt hallani, hogy akkor ez most már így van. Ez ilyen varrodan is. Igen, szóval mi ezt mindig kimondtuk, mert nekem ez fontos volt. Hogy tudjam, hogy most akkor nem randizom mással is, ő sem, mert hogy már a barátnője vagyok. Jó, oké. Meg, hogy ne legyen félreértés, mert nekem ez egy általános iskolás történet, de én hallottam vissza olyan híreket, hogy én járok valakivel, miközben nekem erről nem volt fogalmam sem. Úgyhogy hát beszélgettünk a lányal, meg talán találkoztunk is, most erre nem emlékszem pontosan, de hogy nem volt kimondva, ez tuti. Csak ő már ott érezte magunkat, vagy magát, nem tudom, hogy akkor kapcsolatban, én meg még nem, meg nem is lettem úgy belőle semmi, csak ugye az ilyen félreértések elképzelése véget szerintem egyértelmű, hogyha az emberek kimondják. És Csillával hogy volt ez? Abszolút konkrét kimondás, tulajdonképpen egészen későn, tehát hogy mi egészen sokáig randiztunk ki kapcsolaton kívül, és ez egy ilyen karácsonyi ajándékban volt csomagolva, képletesen is, meg fizikailag is, mert egy ilyen rólunk közös képet kaptam tőle, és az volt a hátuljára írva, hogy a mai naptól kezdve a barátnődet látod a képen, és akkor a dátum is megvolt a hivatalos. Biztos azért volt a dátumod írva, hogy el ne felejtsd mostantól a fordulókat. Nyomást helyezett rám ezzel. De... Oké. Hogyan kell megszervezni a randit? Hova menjünk? Mit csináljunk? Mit lehet csinálni egy randevún egyáltalán? Az annyira idegesítő.
amikor ott álltok, és most hova menjünk, mi csináljunk, és akkor mondják, hogy nekem mindegy, nekem, nekem is mindegy. Szóval a fiúknak legyen egy határozott elképzelés, és legyenek határozottak, hogy ide, és akkor a lányok meg mondják, hogy jó. Tudjál jó programhelyeket, tudjál jó lehetőségeket, kajádákat, nem tudom, szabadulószobát, mit kell? Ezt egy haverom remekül megoldotta, mert ő konkrétan van egy ilyen jól bevált útja, mondjam is tudom, egy ilyen félnapos programterv, és akkor az első randi az mindig az. És akkor mindig csak az első randi jut a lányokkal. Hát aztán, hogyha van második, akkor nem tudom, hogy mennyire mekkora a siker rátája neki, de tehát, hogy ez is mondjuk egy működőképes megoldás, kicsit elveszi a személyiségét neki, szerintem meg a lány nem érzi magát különlegesnek tőle. Én talán annyit tennék hozzá, hogy sokkal jobban vagy a hangulatot, vagy talán sokkal előrébb vagytok, hogyha valami aktív, vagy nem az, hogy leütök egymással szemben, és akkor mesélj magadról, hanem mondjuk, nem tudom, bowling, biliárd, nem szerintem tudom. Is, amikor közösen kell így csinálni valamit. Ja. Szóval valami tevékenység, akár valami lazább sport, túrázás, bringázás, bowlingozás, ilyesmi, illetve, de azért el lehet menni kajálni. És ezt amúgy a fiúknak szeretném mondani, hogy nekünk lányoknak ezért olyan ellenállhatatlan trükkünk van, amivel, hogyha hazakísérd a lányt, akkor így fel lehet csábítani a szobába, megmutatom a rajzaimat, az új maketteket, stb. És akkor ezeket soha senki nem akarta megmutatni a rajzait, mert utána, valami nem stimmel van. Szóval, hogy ezeknek a trükköknek ne dőljetek be, mert nehogy olyat csináltok, amit utána megbántok. Szóval lányok, ti pedig ne nehezítsétek se a fiúk, se a magatok dolgát azzal, hogy így csábítgatjátok, miközben ráértek, mert nem kell ezt az első pár randi. Nem akarok pessimista lenni, de lehet, hogy onnan indulhatnánk, hogy fiúk, kísérjétek haza a csajokat. Nem úgy van? Hogy ezért illik haza kísérni? Vagy amikor én süldőkamasz voltam, szent kötelesség volt haza kísérni a lányokat, hogy ne egyedül kóricálni az utcán éjszaka. Most hogy van? Nagyon helyes. Igen. Köszönöm szépen. Szerinted? Remélhetőleg alapvetés. Ja. Boomerek vagyunk mindannyian. Mi a helyzet azzal, hogyha egyetemévé válik számodra, hogy ennek nincs tovább? Akkor ezt kedvesen és őszintén meg kell mondani, szerintem. Mert ez az első nyugás, hogy tudod, nem nyitod meg az üzeneteket, meg hiába ír, és akkor nincs ott az a kis pipa. Tudjátok? Szóval az annyira rossz szerintem, amikor így csak így csendben próbálsz eltűnni. Szóval ezt meg kell mondani őszintén, mert lehet, hogy ő várja, és ő erre számít, és olyan dolgokat mesélt neked, amiktől megnyitotta a kis szívét, te pedig csak így... Szóval ezt őszintén meg kell mondani szerintem. Igen, szerintem is. Ehhez kellett az a bátorság, vagyis ezt sokkal könnyebb így mondani, mint csinálni szerintem. De mondjuk tényleg, hogyha a másik oldalról nézi az ember, szerintem is lehet, hogy rövidebb ideig mondjuk jobban fáj, de sokkal korrektebb hozzáállás az, hogy nem hitegetem én sem magam, meg más sem, és akkor ez így, nem tudom, pont van a végén. Rakhatok hozzá teológiai megfontolásokat? Mindenképp. Nem láttam más választ. Szóval elhozott itt a nagy ő meg, hogy kit teremtett neked Isten, nekem az a teológiai véleményem, hogy nincsen ilyen. Nincsen ilyen, hogy csak neked van teremtve, nincsen ilyen, hogy nagy ő. Szerintem több lányjal, több fiúval is kialakulhat kapcsolat. Ebben neked szabadságod van, nyugodtan keresd meg azt, akivel szívesen vagy együtt. Az Isten amúgy is a párkapcsolatban szerintem sokkal nagyobb szabadságot ad, mint amennyit mi gondolunk mögé általában. Tehát nyugodtan, sőt ez azt is jelenti, hogy felelősséged van ebben, tegyél érte, indulj el, ne várd a sült galambot, ne várd, hogy majd a jó Isten eléd hozza, kiállítja eléd, felöltözteti esküvébe, stb. Tegyél érte, indulj el, használd a technikánkat, még nyilván ezer más technika van, csak hogyha 20 percnél több a videó, akkor nem nézitek meg, úgyhogy ezt most gyorsan le kell zárnunk. Köszönjük nektek, hogy néztek minket, nyilván itt ezer téma kimaradt, írjátok be nyugodtan kommentbe, kérdéseket, stb. Addig viszont imádkozunk értetek, és kérünk titeket, hogy ti is imádkozzatok értünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!